tízen vannak hatósági karanténban szolnokon, kezdte videóüzenetét üzenetét Szalai Ferenc. Többen már kikerültek ebből a helyzetből, az ő esetükben letelt a két hét megfigyelési idő, valamennyien egészségesek. A miniszterelnök részleges kiárási korlátozásról szóló bejelentésétől nem kell megjedni, folytatta a polgármester. Mindenkit szeretnék megnyugtatni az ügyben, hogy a járvány kezelése jó kezekben van. Ez a részleges kiárási térolom arról szól, hogy az idős embereket a lehető leginkább védjük, és szeparáljuk el a többiektől. Ennek talán a legfontosabb pontja a részleges kiárási tilalomnak az, hogy reggel 9-től 12-ig legyenek szívesek a 65 év felettiek bevásárolni, gyógyszert kiváltani, és minden olyan e, problémáikat kezelni, amelyik az életvitelükhöz kell. Utána maradjanak otthon. A csoportos megbetegedések időszakába léptünk, hangsúlyozza Szalai Ferenc. Még inkább kerülni kell a nagyobb közösségeket, még szabad levegőn is kerülni kell a sok személyes találkozókat. A távolság betartásával egy séta a természetben, vagy kerékpározás futása gyermekkel nem jelenthet gondot, ha azt nem csoportosan teszik. Ami azt gondolom, hogy városunkban kimondható, mi a maszkviselés pártján álló város vagyunk. Javasoljuk ezt mindenkinek. A maszk egy igen-igen komoly feladat és felelősség, ellenben nagyon komoly lehetőség is az ügyben, hogy a cseppfertőzést hogyan lehet a lehető legminimálisabbra szorítani. A polgármester kéri a szolnok összefog és szolnok segít 4500 tagját, minél több maszkot gyártsanak és azokat a bevált módszer szerint osszák szét. A város naponta 2500 maszkot tud legyártatni. Ezeket azoknak a munkahelyeknek adják át, melyeknél a kollégák a legtöbb emberrel találkoznak. Az egészségügyi dolgozók, a piac, az üzletláncok, a taxisok, az oktatási intézményekben ügyeletet ellátók hamarosan megkapják az első darabokat. Nagyon szépen kérem a szolnoki munkaadókat, mindenkit, szállodától nagy cégig, hogy ameddig tudja, tartsa a munkavállalóit, akinek természetesen ez nem sikerül és akinek a munkája megszűnik, azt kérem, hogy a kormányhivatal foglalkoztatási osztályán jelentkezzen, vagy a város szociális támogatások osztályán jelentse be a megélhetési problémáit, vagy bármilyen a bérkivezetéssel, a munkavállalással kapcsolatos problémáit. Szolnokon továbbra is élnek az ingyenesen hívható telefonszámok. A 80-620-002 és a 80-620-004 jármánnyal kapcsolatos kérdésekben vagy segítségkérés esetén hívható.